Szóval az úgy történt, hogy az én első színházi élményem az nem is színházban történt. Úgy volt, hogy ott a Cartierben, ahol felnőttem, Sepsiszentgyörgyön, a lakónegyedben, ott mindig így homokozás közben egyszer csak felkaptam a fejem, és láttam, hogy mindig elbiciklizik ott egy ilyen érdekes alak. És már erről is annyit meséltem, most nagyon sokan unják, de nagyon sokan nem is hallották, mindegy, mesélem tovább, mert ez az én életem. Szóval megláttam ezt az alakot, és később aztán elmentem színházba, és akkor láttam, hogy ó, hát ez egy színész. Ő volt Pálffy Tibor, és így ő keltette fel az érdeklődésemet igazából a színház iránt. Megláttam egy előadásban, ami nem volt egy meghatározó színházi élmény, de azért az érdeklődésemet felkeltette. Igen, aztán a legmeghatározóbb színházi élményem az Kolozsváron volt, mivel Cartier gyerek lévén Sepsiszentgyörgyön nem nagyon jártam színházba. Csak ugye akkor egyszer, de az úgy nem tetszett. Bár abban az időszakban lehettek volna a meghatározó színházi élményeim így visszatekintve, mert nagyon-nagyon jó volt a színház, és most is nagyon jó a Sepsiszentgyörgy. Szóval Kolozsváron volt az első Eugen Ionesco-nak a Zsák vagy a behódolás című darabját rendezte Tompa Gábor, és akkor éreztem meg, hogy ez engem megszólít, hogy ennek szava van. Tényleg valósággal éreztem a szagát a színháznak. Aztán jött a Ványa bácsi, a Pantagruel sógornője, Dr. Faustus. Ilyen színház élményeim voltak, és nagyon hálás vagyok értük, mert így vagyok ma én teljes. Teljesen, de nem vagyok teljesen. De így érzem jól magam, hogy ettől. Hát ennyi, Isten éltessen engem, meg titeket se hagyjon el. Sziasztok!